engedjék meg, hogy sok szeretettel és tisztelettel köszöntsem önöket az MCF Roma Összefogás Párt nevében. Hát így 10 után a választási eredmények tudatában, ismeretében azt gondolom, hogy nincs miért búsulnunk, mondom, kollégáimnak, barátaimnak, tagjainknak, hiszen az MCF Roma Összefogás Párt 2006-hoz képest megtöbbszörözte a választási eredményét. Ez számunkra azt jelenti, hogy egy új utat, egy új irányt jelölt ki önmagának a magyar politikai palettán a hazai cigányság. Azt látjuk, hogy a korábbi választásokhoz hasonlóan a hazai cigányság sem többen, sem kevesebben nem mentek el szavazni. Annyian mentek el, amennyien általában egy általános választáshoz szoktak, és hála Istennek ennek a szavazati aránynak több mint a 95%-át megkapta az MCF Roma Összefogás Párt. Azt is látjuk, hogy itt nem állhatunk meg, hisz nem adhatjuk fel, hisz a hazai cigányság rossz szociális, gazdasági és társadalmi helyzete elvárja tőlünk, hogy innen folytassuk. És mi folytatni fogjuk. Hiszen nagy kihívások előtt állunk. Előttünk a 2010-es országgyűlési választás, előttünk a 2010-es helyhatósági, megyei és országos önkormányzati választás, felemelt fővel megyünk neki az elkövetkezendő időszaknak. 2 évvel ezelőtt, amikor először hívtuk fel az ország figyelmét arra, hogy mivé fajulhat, vagy mivé alakulhat Magyarországon az a szélsőséges ideológia, amelyre nem megfelelő figyelmet fordított a hazai politika, nem megfelelő keretek között kezelte, nem csak a hazai, de még az európai politikai közösség sem. Mára már láthatjuk, hogy az MCF Roma Összefogásnak 2 évvel ezelőtt is már igaza volt. De ennek ellenére bízom abban, hogy nem fog bekövetkezni az, amitől mi tartunk. Bízunk benne, hogy cigány emberekként bátran, felemelt fővel mehetünk végig az utcán, nem fogják bántódások érni gyermekeinket az iskolákban, az óvodákban, az utcákon. Bízunk abban, hogy az ország józanabbul gondolkodó politikai elitje átgondolja ezt a mostani kialakult helyzetet, és megpróbálja az elkövetkezendő időszakban konszolidálni ezt az eléggé szélsőséges irányba csúszott politikát, ami ma Magyarországot jellemzi. Szeretném megköszönni roma kollégáinknak, szavazóinknak, de mindazon nem romáknak is, akik szavazatukkal segítették a hazai roma közösséget, hiszen ők voltak azok, akik látták, hogy nem jó irányt vett az ország politikai iránya, és szavaztak ránk. Sok magyar ember hívott fel, hogy igen, a Roma Összefogás Pártra, mert érdeke az országnak az, hogy ma Magyarországon békében éljenek emberek együtt. Az országnak érdeke az, hogy a roma emberek megtalálják számításukat Magyarországon, hiszen ha Magyarországon a cigányság jobban él, akkor javul az ország gazdaság és társadalmi helyzete is. Szeretném megköszönni jelöltjeinknek, az új politikai generációnak, roma generációnak, hiszen nem keveset tettek azért, és nem keveset vállaltak fel azért, hogy kiálljanak saját nemzetükért, családjaikért, unokáik, gyermekeink jövőjéért. Úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy az eredmények végül is önmagukért beszélnek, én ezt akkor is sikernek tudom be. Hiszen több száz településen, kis településen az MCF Roma Összefogás Párt dobogós helyeket ért el.
Sok településen elsők lettünk, megvertük a Fideszt, az MSZP-t, a Jobbikot. Sok településen másodikok, harmadikok lettünk. Ez azt jelenti, hogy vidéken, kis településeken, falvakban a cigányság érti. Érti és felébredt 20 éves Csipke Rózsi Kálmárból, ahogy fogalmaztam korábban. Na innen lesz szép folytatni, és innen lesz szép ennél jobb eredményeket elérni. Én még egyszer szeretném megköszönni a jelölteknek, önöknek, aktivistáinknak, és minden egyes olyan embernek, aki rám szavazott. Bár megmondom őszintén, pénz és média nélkül nehéz volt, hiszen nem tudtunk versenyezni a nagypártokkal. Nem tudtunk versenyezni a Jobbikkal sem, hiszen lehet látni, hogy pénzzel, megfelelő politikai támogatottsággal, megfelelő gazdasági háttérérdekkel lehet ma Magyarországon politikai bázist teremteni és létrehozni. Úgy néz ki, hogy ma Magyarországon egy bizonyos gazdasági érdekcsoport érdeke az volt, hogy a szélsőségek megerősödjenek Magyarországon. Én úgy gondolom, talán meg fogjuk mi is találni. Bár cigányként, cigányokként ez nehéz lesz, de mégis arra kérném a roma értelmiséget, arra kérném a hazai cigányság minden egyes szavazó polgárát, hogy gondolja át ezt az új politikai helyzetet, és az elkövetkezendő időben hát álljon ki egyrészt önmagáért, családjáért, és azért a közösségért, amelynek ő is tagja. És egyben átadnám kollégáimnak is, köszönöm a figyelmet. Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Azt gondolom, Magyarország felett egy ideje már gyülekeztek ezek a sötét felhők, és most lecsaptak ránk, és nem csak képletesen, szóval az időjárás jelenleg jól jellemzi azt, ami ma Magyarországon van. Ennek ellenére azt gondolom, nincs okunk csüggedni, mert azt gondolom, hogy erről a téves útról Magyarország meg fogja találni a kivezető utat, és küzdünk tovább a következő évi választásokra, és úgy érzem, jó esélyünk van rá, hogy igenis méltó módon tudjuk képviselni a cigányságot és egész Magyarországot. Egész Magyarországnak szüksége van rá, hogy végre önmagunkért ki tudjunk állni mi romák, mert ez az út ahhoz, hogy kivezessük Magyarországot a mély gödörből, amelyben most elsüllyedni látszik. Szeretném megköszönni minden egyes támogatónk és szavazónk munkáját, és kívánok magunknak és Magyarországnak sok sikert az elkövetkezendő időben. Köszönöm szépen, meghallgattak! Tisztelettel köszöntöm a sajtó munkatársait, kedves testvéreinket! Azt gondolom, hogy az eredmények önmagukért beszélnek, de a jelölt társaim nevében is mondhatom, hogy mi nem csüggettünk el, ugyanis mi mindig hiszünk az összefogás erejében. És nagyon szépen köszönöm azoknak az embereknek, szavazó társaknak, akik bíztattak és mellettünk álltak. Hiszem és tudom, hogy ez egy figyelmeztető jel volt mindnyájunk számára, de a többségi társadalomnak is. Mi romák össze tudunk fogni. És ezúton kérem azokat az embereket, akik eddig mellettünk álltak, hogy ne hagyjanak magunkra, szükség van rájuk, és azt gondolom, hogy mindnyájunknak még bizonyítani kell, és csak most vagyunk ott igazán. Bármit mond az eredmény, hogy előre cigányság, és én hiszem, hogy fel fogunk állni, mert már állunk, de tovább megyünk, és csak előre. És nagyon szépen köszönöm. Egy gondolat a végére. A számolás mindig az elsővel kezdődik. Nincs a világban olyan számítás, ami azt mondjuk, hogy 2-3-4. Az MCF volt az első, aki 2006-ban parlamenti listát állított. Az európai és a világ cigányság a életében, történelemben először. Az MCF volt az első, aki az európai cigányság életében először történelmi listát állított. És az MCF lesz az első, aki
aki a következő parlamenti választáson ezt megismétli, mert azt szokták mondani, hogy három a magyar igazság, és egy a leadása, a cigány igazság is három, 2006, most az EP, következő parlamenti választás, és a leadás az önkormányzati választás lesz. Magyarországon, Európában és a világban, ha megkérdezik, hogy ki volt az első, mindenki azt fogja mondani, hogy az MCF. Ha egy büszke család volt, aki az ebéd után elment szavazni, akkor már megérte, közel 14 000 volt. Köszönjük szépen!